Sziasztok! Talán az előkészített eszközökből és szerekből kiderülhetett számotokra, hogy a mai fő témánk az a darázsírtás, illetve a szunyog és kullancsírtás. Sajnos a kullancsok is nagyon nagy számban vannak jelen itt a kertünkben, állandóan összeszedik a macskák, a kutya is összeszedi, és most sajnos nekem is sikerült. Úgyhogy hát kétséges, majd egy gyors teszt után eldől, hogy ugyan megúsztam-e a kullancs által terjesztett Lyme-kort, vagy pedig kezelni kell, de ezt ugye különböző antibiotikumokkal szokták kezelni, mindenképpen penicillin alapú ilyen antibiotikumokat szoktak alkalmazni, viszont én sajnos allergiás vagyok a penicillinre, ezért nálam ez lehetetlen, és ezért talán a doxiciklin az, ami egyedül számításba jöhet. Úgyhogy nagyon-nagyon meg kell gondolni, majd egy tenyésztés után, hogy melyik antibiotikumot kell ilyenkor alkalmazni. Körülbelül 1%-a a kullancsoknak, ami fertőző, és ott sem biztos, hogy nagyon súlyos tünetek alakulnak ki, és mindig nézni kell a bőrelváltozást, a tipikus tüneteket, például a fáradékonyság, olykor-olykor előfordul nagyon ritkán, hogy maximum egy napig tartó lázas állapot, fejfájás, és hogyha utána néztek az interneten, akkor ti is meg tudjátok nézni, hogy milyen tünetei vannak. Na de ne is kanyarodjunk el erre nagyon, majd erre is visszatérünk. Nálam egyelőre csak kisebb bőrelváltozást okozott, nem tudom, hogy mióta volt bennem a kullancs. Általában, hogyha kint dolgozom, akkor főleg a szúnyogok miatt szoktam használni egy ilyen természetes illóolajok alapján működő, vagy illóolajokkal működő kis pumpás Aromax terméket. Ez sem túl olcsó, de úgy gondolom, hogy ha valamit használunk, akkor inkább próbáljunk e felé elmenni. Sokszor volt légzési nehézségem, hogyha nem ilyet használtam, hanem a boltban kapható ilyen pumpás kullancsriasztókat. Azokra valahogy ilyen furcsán reagál a szervezetem, hogy elkezdtem tőlük egy kicsit fulladni. Lehet, hogy nektek is vannak ilyen tapasztalataitok, esetleg megoszthatjátok most itt a videó alatt majd ezt is, hogy ti milyen kullancsriasztó szereket használtok, mi az, ami bevált esetleg illóolajokból, állatoknál mit használtok, ezeket is nagyon szívesen várnám tőletek, hogy tudjunk segíteni egymásnak ebben is. Egy szóval, bár kezeltem magam olykor-olykor ilyen kullancs és szúnyogriasztóval, de nem vettem elég komolyan ezt a dolgot, úgyhogy most egy kicsit drasztikusabban fogok beavatkozni itt a kertünkben, méghozzá különböző rovarölőket fogok használni, azért, mert sajnos rengeteg kullancsal találkoztam. Tehát valószínűleg az enyhe tél okozza ezt a problémát, hogy nagyon sok olyan rovar, ami nagyon nem kívánatos a kertünkben, az sajnos most már nem csak az erdőkben ezek szerint, hanem itt a ház körül is nagyon elszaporodtak a kullancs. Na de térjünk is vissza a fő témánkra, a darázsírtásra. Azért vásároltam egy ilyen darázscsapdát, amit korábban volt nekem, csak aztán nem alkalmaztam, hogy összevessük az általam itthon gyártott ilyen darázscsapdákkal. Ezeket ilyen PET palackokból alakítom ki. Mindjárt meg is mutatom, hogy szerintem mi a legegyszerűbb módja annak, hogy egy ilyet létrehozzunk. Nem véletlen, hogy ott láthatjátok a háttérben ezt a kis forrasztó készülékemet, majd ezzel fogom kilukasztani, és ezt a drótot fogjuk belefűzni. Na de lássunk is neki, először kialakítom a házilag készítendő darázscsapdákat, és aztán tovább lépünk a gyárira. Én egy ilyen kampós sablonvágót szoktam hozzá használni, ez vissza is húzható, és egyszerűen ide bele szoktam akasztani, így nagyon egyszerűen körbe lehet vágni, és nincs is más teendőm, mint egyszerűen így beletolni fölülről. Ennek a megoldásnak az a lényege, hogy itt bele tudnak menni a csőrén az üvegbe a darazsak és a legyek, viszont nem tudnak visszafelé jönni. Ezt a csapdát egy kicsit elszaptam, úgyhogy most gyártok egy másikat, tehát az a lényeg, hogy már a kiszélesedő része az benne legyen, viszont maradjon még elég hely a folyadéknak és a benne összedülő darazsaknak, de viszont van egy kis folyadék. Jó, ez jobban sikerült. Kupakra nem lesz szükségünk, ezek mehetnek az ilyen szívecskés kupakgyűjtőbe. Na, ez a tökéletes. És nincs is más teendő, mint valamilyen forró eszközzel, mint például ilyen forrasztóval, itt fölül átszúrom. Egy. Szembe vele még egy.
és fűzhetünk bele bármilyen zsinort, én inkább drótot szoktam belefűzni. Belefűzöm, visszahajlítom, és ezt nagyon egyszerű kivenni és utána belőle, nagyjából így lemérjük, hogy miért hajtsok, és egy csípőfogóval elvágom. Szembe vele ezt is befűzöm, felhajtom. És ezt azért szeretem ezt a drótot, mert egyszerűen egy ilyen kis kampót tudok ráhajtani oldalra. Így, és így bármire föl lehet akasztani, vagy hogyha becsavarozzuk, akkor simán így, ha így felakasztjuk, akkor így is működik, jó? Tehát ennyire egyszerű elkészíteni ezt a darázscsapdát. Tehetünk bele sört, tehetünk bele cukros vizet, vagy bármi mást. Viszont amint látjátok, én külön vásároltam hozzá ilyen írtószermentes befogót, hiszen ebben kis tasakok találhatók, mindjárt meg is nézzük. Tehát ennyi tasak található benne, és ebben érdekes módon folyadék van, ahogy elnézem. Van, amelyik a légcsapdákhoz például ilyen sárga színű por található. Ezt fel kell oldani valamennyi vízben, de mindjárt el is olvasom, hogy hogyan is működik. Valószínűleg fel kell majd oldani valamennyi folyadékban, és utána kihelyezzük. Megnézzük, hogy mennyivel hatékonyabb, mint az általam eddig használt darázscsapdák. A korábbi darázscsapdáim inkább legyeket és molyepkéket fogtak be, nagyon kevés darazsat, viszont most, hogy locsoltam a füvet, rengeteg darázs jelent meg. Azt is érdemes tudnotok, hogy már elkéstünk azzal, hogy a darazsakat kordában tartsuk, amikor tavasszal elkezdenek beköltözni a helyükre, elkezdenek helyet keresni, akkor kell őket megfogni, és akkor kell őket ilyen darázscsapdákba becsavogatni, mert utána már a késő. Tehát utána rengeteg darázs lesz, és már nagyon nehéz velük boldogulni. Én is most majd egy hajnali órán fölmegyek a tetőre, ahol tudom, hogy vannak darázsfészkek, és azokat sajnos ilyen sprével lehet csak megoldani, és azzal fogom kiírtani őket. Nagyon sok problémát okoznak, és sajnos a feleségem ő allergiás a darázscsípésre, ezért nagyon fontos, hogy ne legyen a környékünkön. Na most egy ilyen utántöltő 750 forintba kerül, egy ilyen darázscsapda, egy gyári darázscsapda, ez pedig 1850 forint volt a mezőgazdasági boltban, biztos, hogy van ennél olcsóbban is, van ennél drágábban is. Ez pedig így néz ki. Viszont úgy látom, hogy kapunk benne ugyanúgy 4 darab. Ez pattintós, vagy úgy látom, pattintós. És ugyanúgy kapunk benne ebben 3 darab ilyen kis töltő van. Hát ugyanannyi van benne a másikban is, tehát 3 darab. Tehát az 1850 forintban kapunk körülbelül 1000 forintért, vagy 1100 forintért egy ilyen gyári darázscsapdát, és kapunk hozzá ilyen folyadékot is. Úgyhogy most ezt a folyadékot fogom bekeverni, legyártom még a többi darázscsapdát is, és aztán kipróbáljuk, hogy ezzel a megoldással tudunk több darazsot befogni, vagy jól működik ez a megoldás is, mert ezzel 1100 forintot tudunk ilyen 3 darab adagon spórolni, és azt is megnézzük, hogy hatékonyabb-e, mint mondjuk ha egy cukros vizet teszünk ki, vagy bármi más erjedő folyadékot, ami odavonza ezeket a darázskákat. Nos, azt írja a használati utasítást, hogy öntsük bele a tasak tartalmát, miután fölvágtuk ollóval. Itt mutatja, hogy hol kell az ollóval elvágni. Fölvágjuk, beleöntjük a tasak tartalmát ebbe. Érdekes módon ez egy ilyen rózsaszín folyadék. Ezt itt is hagyom, hogy ki tudjon csöpögni. És ehhez a folyadékhoz 3 deciliter, itt a 2-3 deciliter vizet ér. Ha jobban fölvágjuk a tasakot, akkor szerintem még ki is lehetne öblíteni ezzel a vízzel. Ez talán azért jobb, ez a megoldás, mindjárt meg is szagolom. Nos, ennek semmilyen illata nincs így számunkra, emberek számára. Míg ha bármi erjedő folyadékot vagy cukros folyadékot kihelyezünk, annak ebben az esetben elég jó kis szaga lesz néhány nap után, úgyhogy talán jobb ez a megoldás, még hogyha drágább is. És biztos vagyok benne, hogy vannak különböző feromonok vagy valami anyag ebben, ami nagyon vonza a darazsakat, de majd mindjárt kiderül. Máskülönben nem csak darázs, hanem légcsapda is. Az is rá van írva, és ez egy ilyen pattintós tetejű, tehát nem csavarnunk kell, hanem rá kell pattintani. Viszont érdekes, hogy már el van repedve a fedő része, és azt hiszem a másik is, amit így régebben használtam, annak is ez volt a baja, hogy összetört.
Tehát az érdekes, hogy ha ez nem pattan rá rendesen, akkor le fog esni a földre, úgyhogy erre ügyeljetek, és ehhez adnak gyárulag egy ilyen drótocskát. Jó, ez használatra készen van, és most bekeverem a sajátomba is. Azt írja a leírásunk, hogy 250 darab darás begyűjtésére alkalmas, egy ilyen csomag. Már tanultam az előző hibából, vagy az előző alkalomból, és most már ki is öblítem, hogyha nem megy mellé. Hasznosítunk minden részét ennek a folyadéknak. 3 deciliter víz, bekeverjük, és készen is vagyunk. A permetező szereket nem fogom bemutatni, hiszen mindenki permetezett már. Ezt adták a szúnyogok ellen, ez 1100 forintba kerül, és állítólag 3x15 liter vízbe kell hozzátenni, tehát egy 2 ml-es adagot az 15 ml vízhez lehet hozzákeverni, ez 10 liter vízhez adagolható, ez jóval drágább, ez amit kullancsok ellen adtak, és ez 3800 forintba kerül. És most ez sem pár szó arról is, hogy mit tehetünk, hogyha esetleg ilyen kullancsal fertőződtünk, vagy arra gyanakszunk, hogy fertőzött kullancs került a szervezetünkbe. Ugye antibiotikumokat nem szabad így vaktában szedni, azt már említettem, hanem mindenképpen el kell mennünk orvoshoz, és egy vérvizsgálattal, amihez beutalót kell kérnünk. Ennek az elkészülte az ANTS-nél 2 hetet vesz igénybe, tehát elég hosszú idő. Ezzel lehet megállapítani, hogy valakinek fertőzött kullancsal volt-e dolga, és ebben az esetben elkezdik a gyógykezelést. Mindenképpen viszonylag hamar kell elkezdeni a gyógykezelést azért, hogy meg lehessen még fogni. Nem minden esetben, vagy nagyon ritka esetben okoz halált egyébként egy ilyen Lyme-kór, de nagyon súlyos tünetekkel járhat, lehet szívizomgyulladás, a szemmozgató izmok bénulása, bőrelváltozások, ideg problémák, tehát az idegrendszert is megtámadhatja, és jó néhány más tünetet, például agyhártyagyulladást is okozhat ez a kórokozó, amit antibiotikumokkal lehet, amit említettem már, kezelni, viszont vannak nagyon erős természetes szerek is, ilyen például a propolisz. Nekem a propolisz nagyon bevált, amikor a Covid fertőzéshez hasonló tüneteket produkáltam, de elvileg nem az volt a tesztek alapján. Ilyenkor hársmézbe, vagy akászmézbe csöpögtetünk 10 cseppet, jó minőségű propoliszból. Ez például gyerekeknek ajánlott propolisz, ami azt jelenti, hogy nem alkoholban van oldva, hanem glicerinben van föloldva. Én ugye az alkohol lebontásához szükséges enzim hiányában szenvedek, ezért nem alkalmazhatok alkoholos ilyen anyagokat, úgyhogy én ezt választottam, és szerintem sokkal erősebb és sokkal hatékonyabb, mint az alkoholban oldott ilyen propolisz. Biztos sokan majd azt mondják, hogy ez nem igaz, de nekem nagyon bevált ez a szer, ez egy nagyon jó minőségű, mert egyébként 1000 forintért lehet nagyjából hozzájutni egy ilyen kis üvegcsényi propoliszhoz, ez, ha jól emlékszem, akkor ilyen 2800 forint volt. És a másik, amit én nagyon szeretek, például a vérnyomás szabályozásához is, ez a bánóféle fokhagyma kapszula, lágy kapszula. Az egyik az natur, tehát ebben csak fokhagyma található, nem tudom, visszafénylik, látjátok-e. A másikban pedig galagonya és fagyöngy is található. Én ezt kedvelem jobban egyébként, az összetett hatásút, és ebből én 3x2 kapszulát szoktam alkalmazni, ez rendbe teszi a vérnyomásunkat is, és természetesen antibiotikus hatása is van, ami ugye benne van a fokhagymába, tehát bármilyen parazitától szenvedtek, vagy ilyesmi, akkor arra is jó hatású lehet ez a fokhagyma kapszula. A másik, amit én alkalmaztam, ugye van itthon Zapper készülékem, majd nézzetek utána, most ebben nem szeretnék mélyebben belemenni. Sokan egyébként is varázslatnak gondolják ezeket a készülékeket, amelyek ugye különböző betegségeket, vagy különböző kórokozók rezgései alapján működnek, tehát egy bizonyos frekvenciát vízbe galván áram segítségével, tehát egyenáram segítségével a szervezetbe. Tehát megvan például a Lyme-kórnak is a kórokozójának a frekvenciája, ez természetesen előre beprogramozva benne van a készülékben, és ezt kezdtem el használni, tehát azért, hogy így vissza tudjam szorítani esetleg, hogyha ott van a kórokozó a szervezetemben. Egyébként én pont egy olyan embertől vásároltam ezt az Zapper készüléket, aki pont Lyme-kórban szenvedett, és erre alkalmazta ezt a készüléket, és mondta, hogy tünetmentesen tudta magát tartani, sőt, már negatív
eredményt produkált. Tehát, hogyha valaki szkeptikus, és azt mondja, hogy már pedig ez baromság, akkor ezt tudom mondani, hogy pont egy ilyen úriembertől vásároltam, aki azért adta el ezt a korábbi készüléket, mert megjelent a piacon egy fejlettebb változat, ami egyszerűbben használható, és ezért vált meg tőle. Nem olcsóak ezek a készülékek, tehát egy jó minőségű, én ha jól emlékszem, akkor ilyen 150 ezer forint környékén vásároltam. Jó, tehát a másik, amit tehetünk, hogy antibiotikumok nélkül elkezdhetünk egy ilyen készüléket használni. Itt is az a veszély fönnállhat, hogy esetleg annyira csökkentjük a tüneteket, hogy úgymond nem lehet diagnosztizálni. Ilyenkor csak a vérvizsgálat fogja nyilvánvalóan kimutatni, tehát ilyenkor erre érdemes elmennünk. Vigyázzatok, hogy a piacon kapható, vagy gyógyszertárakban kapható gyors tesztek, azok 2-4 hét elteltével tudják kimutatni ezeket a fertőzéseket, tehát talán a legjellegzetesebb az a kokárda alakú bőrelváltozás, ahol egy kicsit ilyen fehér a közepe és egy piros széle alakul ki. Sajnos nekem egy olyan helyen volt, egy intim testhájon ez a kullancs fertőzésem, vagy ide fúrta be magát a kullancs, és itt nehéz lenne ilyen kokárda alakú bőrelváltozást produkálni, viszont itt is volt bőrelváltozás, tehát bőrpír az kialakult, sőt egy ilyen csípő, égető érzés volt. Nagyon nehezen tudtam eltávolítani a kullancsot, és mivel ilyen érzékeny testhájon volt, ezért nagyon nehéz volt eltávolítani is. Egy idegentest fogóval, egy idegentest csipesszel, egy nagyon picike kis csipesszel, ami direkt erre a célra használható, és azzal távolítottam nagy nehezen el. Úgyhogy van egy kis bőrelváltozás, azt szintén egyébként ilyen tömény propoliszos oldattal kezeltem, és rögtön az első perctől kezdve. Nem sok értelme van, de bekenhetitek természetesen, amikor eltávolítottátok a kullancsot, bekenhetitek betadinnal is, azért, hogy lefertőtlenítsétek azt a területet, viszont nem szabad a kullancsot semmilyen anyaggal bekenni, és ne bántsátok. Tehát csak a szájszerve közelében szabad megfogni, és minél hamarabb eltávolítani. Azért, mert hogyha visszaöklendezi a gyomor tartalmát, abban vannak ezek a baktériumok. Jó? Tehát ez nagyon fontos, hogy amikor eltávolítjátok, akkor nehogy visszaöklendezze a gyomor tartalmát a sebbe, a véráramba, mert ezzel fogtok megfertőződni, ha fertőzött volt az a kullancs, még egyszer mondom, körülbelül 1%-a a kullancsoknak, ami fertőzött állítólag. Ennyit a kullancsokról, ennyit a darazsakról, és akkor most tegyük ki a darázscsapdákat. Több mint egy nap elteltével nézzük meg, hogy milyen eredményesek ezek a darázscsapdák. Ebbe 2 darab légy van. Itt a kutya mellett itt semmi nincs. Igyekeztem az esővíztározó mellé tenni, hiszen hogyha jól megnézzük, akkor jól látszik, hogy ide járnak inni a darazsak, és bele is fulladtak jó néhányon már. Ebben egy darab sincs. Úgyhogy kezdem megkérdőjelezni, hogy működik-e egyáltalán ez a darázscsapda, és mennyire hatékony. 4-5 nappal ezelőtt helyeztem ki ezeket a darázscsapdákat, amiket én töltöttem fel ilyen mindenféle maradék gyümölcslevekkel, meg cukorral. És jól látszik, hogy ebben elég nagy mennyiségű van, nem csak darazsak, hanem minden egyéb is. És ide van téve mellé, ez viszont gyűjtött össze, de nem darazsat, hanem mólylepkét, meg más legyet például. Úgyhogy ez itt működött, ez itt rendben van. Azt gondolom, hogy nagyjából be is érné ezt a másikat, hogyha hagynék neki időt. Néhány nap elteltével azért még beszámolok majd nektek, hogyha nagyon jelentős eredmény lesz, és nagyon jelentős lesz a különbség. Ha nem lesz jelentős különbség, akkor onnan fogjátok tudni, hogy nem születik újabb videó, és akkor viszont a saját gyártásúakat kell előnyben részesíteni, mert sokkal olcsóbbak. Itt is egy korábbi saját gyártmányt láthattok, tele van gyakorlatilag rovarokkal. Nyilván nehéz lenne ennyi idő után megítélni, hogy hogyan működik. A normál csapdáknál is, amit én kihelyeztem, ott is kellett neki 2 nap, mire beérett, és elkezdték felkeresni a rovarok, úgyhogy lehet, hogy itt is szokniuk kell, és utána fog ez is működni. Meglátjuk, hogy mi lesz az eredménye. Ti viszont mindenképpen írjátok meg, hogy miket tapasztaltatok, és volt-e már hasonló összehasonlításotok, és annak mi lett az eredménye, mit lehet várni ettől a darázscsapdától a gyári csalétekkel együtt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és legyen szép napotok, sziasztok!